Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Október 8-án 30 darab magaskőris facsemetével gazdagodott városunk zöld felülete. A helyi értékvidékfejlesztési közhasznú egyesület közreműködésével folytatódott a fásítás városunk több területén. A településfásítás program keretében megvalósuló faültetés idei őszi ültetési időszakában országosan 317 településre újabb 6000 fát szállítanak, ezzel 56000-re növelve a kezdeményezés során elültetett fák számát. Október 8-án Kisteleken országfásítási program valósult meg. Hogyan jöhetett ez létre? Több mint két évvel ezelőtt az Agrárminisztérium kezdeményezte azt, hogy a településfásítási és országfásítási programot indítsunk, amelynek keretén belül jelentős részben a kecskeméti erdőgazdaság ad megfelelő anyagokat a településeknek pályázat útján. Ez azt jelenti, hogy 10 000 fő alatti települések pályázhatnak, és most itt például éppen Kisteleken 30 gyönyörű földlabdás kőrisfát sikerült elültetni. Ez több mint 10 000 fő alatti településeknek közel mint egy 35 000 darab facsemetét ültettünk el elmúlt szűk két évben. Az ország számtalan pontján, így Csongrád, Csanád megyében is mondhatnám azt, hogy nincs is talán olyan település, ahol ez a nagyszerű esemény ne történt volna meg. Miért van erre szükség? Fel lehet tenni a kérdést, ugye? Egyértelműen azért van szükség, hogy azokat a közterületeket, parkokat, utcasorokat segítsük a településeknek befásítani, ahol ez hiányzik. Ezzel is szeretnénk maga a település képét is javítani, és nem utolsó sorban felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak a zöld felületek, mennyire fontosak ezek a fák, mennyire fontosak, hogy egy közterületen egy parkot hogyan lehet kialakítani, ennek milyen ökológiai hatása van az adott mikroklímára, árnyékot ad, kedvezőbb az oxigénellátás. Tehát nagyon sok egyéb olyan részlete van ennek a történetnek, ami nem is igazán a település, fásítás közvetlen fogalmába tartozik, hanem ennél sokkal távolabb értelembe kell érteni. Ezzel is szeretnénk elérni azt, hogy minél zöldebbek, minél hangulatosabbak legyenek ezek a települések. Én úgy gondolom, hogy ennyi fával már egyértelműen ezt bizonyítani tudtuk, illetve ennek van egy másik oldala is, ami már nem a településfásításról szól, hanem arról, hogy a magyarországi zöldfelületek, erdőfelületeknek a növelése ma mintegy 23-24%-a a területünknek erdővel vagy erdős területnek számít. Ezt szeretnénk az elkövetkezendő 2030-ig kb. 27-28%-ra felvinni. Ez körülbelül az a szám, az az érték, amire úgy gondoljuk, hogy szükség van. Ha így folytatódnak nem csak a településfásítás, hanem az országfásítási programok is, amely elindult két évvel ezelőtt, akkor ez biztosítható, és természetesen az erdőterületeknek a ismételt betelepítése, a már lehasznált, kivágott erdőterületeknek az újrahasznosítása, illetve van egy olyan programunk is, hogy az erdőtelepítésekre megfelelő pályázati lehetőségek is rendelkezésre álltak és állnak, és szeretnénk azokat a gazdálkodókat, akiknek akár a termőhelyi viszonyaik nem biztos, hogy szerencsések a mai, hogy mondjam, kicsit a kihegyezett, közvetlen jövedelem termelő képességgel bíró területeknek a hasznosítására, hanem egy olyan másodfokú hasznosítás, ami ugyanakkor ugyanannyira fontos, hogy zöld felület legyen. Ebben szeretnénk előrelépni, úgy látom, hogy megvan hozzá a kellő társadalmi támogatottság, és ebben nincs vita közöttünk, egyetlen egy párt és a politikai nézet sincs. Hála jó Istennek, ez egy olyan történet, ahol nem pártpolitikáról szól, hanem valóban a helyben élő embereknek a környezetének a minél szebb és jobb átételéről. Az elmúlt percekben magas kőris csemeték kerültek elültetésre, de miért is jöhetett ez létre? Egyrészt már harmadik alkalommal támogatott az Agrárminisztérium bennünket, amit ezúton is természetesen megköszönök, és most dicsekedtem vele, hogy amit tavaly, illetve tavaly előtt elültettünk, például hátunk mögött, én előttem, azok igenis nagyon-nagyon szépek. Úgyhogy most is 30 fával gazdagodtunk, több helyszínen, temető, itt, ahol állunk a hivatalúdvarába,
vagy a buszpályaudvar mögött, Szent István téren, mindenhol megjelentek meg, mint az új fák. Hogyan segítheti ez városunk zöld környékét? Nem voltam még 8 éves talán, mikor nagyapám azt mondta egyik alkalommal így ősszel, hogy gyerek, nem újjon el úgy esztendő, hogy ne ültess fát. Én jelentem azóta ezt tiszteletbe tartom, és én jó magam akár az otthoni környezetemben, akár pedig, ha csak lehet a városunkban, mindig sokkal többet ültessünk, mint ami esetleg valami miatt kipusztul, vagy valami miatt olyan is van, hogy viharkár vagy útban van. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért vagyunk mi itt vidéken egészségesebbek és jobbak, mert több a zöld felület körülöttünk, és erre nagyon vigyázunk. Miért esett erre a fa fajtára a választás, és miért pont ezeken a környékeken ültötték el? Nagyon érdekes, hogy az a tapasztalatunk, mióta itt azért a homokon ültetgettünk többfélét, és ide azért mégsem ültethetünk akácot, nem ültethetünk mindenhova egyébként platánt, hogy a kör is úgy néz ki, egy nagyon strapabíró, és a mi viszontagságaink között egy nagyon szép fa tud lenni, és ha valaki úgy ismeri, akkor látja, ez is ősszel milyen szépen barnul színesedik. Tehát szerintem egy szép fa, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a körülötte lévő térburkolatot a gyökereivel nem bántja, nem jön föl, ezért a temetőbe is bátrabban merjük ültetni, illetve azokon a területeinken, ahol most épp az előbb említve ültettünk ismét 30 darabot. Idén is horgászversennyel emlékeztek meg Muhár Sándorról. Október 19-én a Kisteleki Horgász Egyesület egy egész délelőttös verseny keretében emlékezett meg egykori tagjáról. Az idei megmérettetésre 18-an jelentkeztek, őket a reggeli dudaszó után egy 5 órás horgászat várta. Október 19-én egy horgászversenynek adott mondta a Kisteleki horgásztó. Mit kell tudni a mai napról? Igen, októberben szoktuk mindig megtartani a Muhár Sándor emlékversenyt. Ő egy korábbi vezetőségnek az alelnöke volt, és annak a tiszteletére tartjuk minden év októberi versenyt a Muhár Sándor emlékversenynek. Hányan neveztek a mai versenyre? 18 nevezés érkezett, ebből hál' Istennek meg is jelent mind a 18 fő. Bízunk benne, hogy eredményes lesz a horgászat, és mindenki elégedett szájízzel fog távozni a versenyről. Horgászni úszós készséggel lehet, minden boton egy horog, akár spitzbot, akár meccsbot, akár rakósbot, tehát mindenféle úszós készség játszik, csak az a lényeg, hogy úszós legyen a felszerelés. Igazából ebben a távolságban horgászok majd. Ha kapás van, ugyanúgy a bevágás megtörténik. Kitoljuk, és akkor az utolsó rész, fázisban már csak ebben fárasztunk a gumival. Ezek körülbelül egy ilyen 25-30 méterre kinyúlik. Ez átveszi teljesen a terhelést a botról, meg a zsinórról. Mi a mai délelőtt menetrendje? Megtörtént 8 órakor a sorsolás, 3:49-kor lesz egy dudaszó, hogy megkezdődik az etetés, 9 órakor pedig indul a verseny. A verseny időtartama 5 óra hossza lesz, 3:42-kor lesz egy dudaszó, szintén az jelzi, hogy 4 óra van még a versenyből, és 2 órakor lefújjuk a versenyt, utána eredményt hirdetünk, és egy ebédet elfogyasztunk. Etetés! Milyen állagúnak kell lennie? Hát, hogy igazából kicsit keményebbnek, hogy minél hamarabb bontson a vízbe, hogy ne olyan legyen, hogy összeáll az egész. Milyen etetőanyagot használhatnak a mai versenyzők? Hát etetőanyagban tulajdonképpen már most a lehűlt vízre tekintettem, most bármit lehet, a szemestől, a porosig, az élőtől, a döglött csalig, tulajdonképpen minden csali engedélyezett, nincsen limitkorlát, hogy ennyi kiló, annyi darab, tehát tulajdonképpen korlátlan etetőanyag használat engedélyezett, ahogy a horgász belátására van bízva. Indul a vandula! Mik az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire népszerű ez a verseny? Hát hála Istennek azért elég jó szokott sikerülni, egész jó csapat szokott összeverődni.
csak már most az az idei évi tapasztalat, hogy nagyon sok fele van sok verseny, és egyik a másikát le fogja rontani, és mindenki azon panaszkodik, hogy nincs megfelelő létszám, nem jön össze a keret, és akkor így kevesebb fővel tudják azokat a versenyeket megrendezni. A miféle? Törpe. Törpe harcsa. Nagy teljesítményű. Milyen várakozásaik vannak a mai versenyt illetőleg? Hát mindig bizakodóak vagyunk. Előző napokban lett telepítve 3 mázsa, 3 nyaras ponty, ami bízunk benne, hogy még lesz olyan hangulat, hogy még talán táplálkozni is fog. De most ugye le van hűlve a víz, meg az időjárás, most lehet, hogy az elejében csak ücsörgünk a vízparton, és mikor melegszik az idő, utána lesz úgy lett nagyobb esélye a halfogásra. Eső itt van. Potyesz, motyesz. Teszkós. A közelgő halottak napjára készülnek a helyi virágboltok, virágüzletek, akik számára kiemelt időszak az október-november eleje. Idén az élővirágok és a toboszkoszorúk kelendőek a vásárlók körében. A virágboltok a közelgő Mindenszenteki hosszú hétvégén hosszított nyitvatartással várják vásárlóikat. Egyre több virágüzlet készül már a közelgő halottak napjára. Önök mivel készülnek? Nekünk már július óta nagyon-nagyon sok mindent készítünk. Odafigyelünk a vásárlóink igényeire, hogy mi az, ami ugye már van tapasztalatunk, ez már 3. éve, hogy csináljuk, és oda próbáltunk figyelni arra, hogy mi az, amit ők jobban szeretnek. Úgyhogy itt a sírtáltól, a kaszorútól, tényleg a kaszorúk is egész picit nagyig vannak különlegességek, igazából mindenne. Tényleg nagyon választékosak próbáltunk lenni mindenne. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Mikor kezdenek el vásárolni az emberek? Igen, mi már e hónap végén már kiszoktunk pakolni, tehát a szeptember végén már kiszoktunk pakolni, pont ezért, mert az idősebbek azt tapasztaltuk, hogy körbe mennek, megnéznek mindent, megnézik az árakat, mi az, amit tudnak venni, a különlegességeket érdekes módon el is szokták vinni. Már ilyenkor kiszokták el szokták vásárolni azokat, amit úgy különlegesebb, vagy ami ugye tetszik nekik. Az élővirágokon túl sejemvirágok is megjelennek itt halottak napjakor. Melyik a népszerűbbek? A rózsákat nagyon szeretik, de még mindig azt gondolom, hogy a krizantina az, ami a halottak napját jobban jelképezi. Tehát a krizantinakat azt nagyon-nagyon sokan keresik még mindig. De minden amúgy. A virágüzletben jelentős koszorú mennyiség is van már. Milyen fajta koszorúkkal találkozhatunk itt? Nálunk nagyon sok fajta van. Vannak ilyen, tehát sejem nagyon-nagyon sokat készítettünk, mert tavaly is nagyon nagy mennyiséget el tudtunk adni, mert tényleg a vevők nagyon választékosok. Az utolsó 2 hétben viszont az élő koszorúk szoktak jobban, azt viszik jobban a vevők, tehát minden, ami olyan mondjuk nagy, kicsi, tényleg a sejembe is nagyon-nagyon sok választék van, kerek, haszukás, tényleg, meg oda szoktunk, rendeléseket is szoktunk fölvenni rá, mert nagyon sokan van, aki jön és megrendeli a koszorúját, mert van egy megszakadt stílus, vagy éppen azt, amit ők szeretnek kivinni, vagy évek óta azt viszi, és még mindig tartja ezt a, tehát mindig ezt viszi, és akkor úgy jön is rendeli. Milyen árkategóriájú termékeket keresnek idén a vásárlók? Mik a tapasztalatok? Igen, az árat az nagyon fontos. Van egy olyan kategória, ami azt gondolom, hogy nem nagyon nézi az árát, tehát még mindig van az a kategória, viszont a nagyon sok embereknek nyilván a pénztárcája nagyon fontos, erre készültünk is, úgyhogy nálunk egészen 1500 forintú csillagos égig vannak árak, úgy vannak becélozva. Mindenki, én azt gondolom, hogy nálunk találnak olyan árba, amit nekik megfelel, de szoktuk azt is mondani, hogy ha netánként nem talál újat, amit magának tetszik, vagy éppen a pénztárcájához való, akkor mondja el, hogy mi az igény, mit szeretne, és megpróbáljuk akkor azt megvalósítani neki. Milyen nyitvatartással készülnek a Mindenszenteki hosszú hétvégére? A Mindenszentekre ilyenkor már az utolsó hónapban miatt a vasárnap is nyitvatart. Igény szerint. Igazából ott a vasárnap az út szakadt lezajlani, ugyanúgy 8 órára reggel van, amikor korábban is jövünk.
és egész délután 5-6-ig, attól függ, hogy milyen igény van rá. Ha látjuk, hogy jönnek a vevők, meg vannak, akkor nyilván tartunk nyitva továbbra is, de szerintem ez a 6 óra, ez be lesz tartva idén is ugyanúgy. Mekkora árukészlettel készülnek az ünnepre? Fontos-e, hogy a lakosság már előre megrendelje a koszorúkat? Nálunk azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy nem fontos. Nyilván aki úgy gondolja, hogy biztosra szeretne menni, és van egy külön igény rá, hogy miért szeretne, az előre szokta rendelni. Vannak is olyan vevők, de szerintem nagy készlettel készülünk, úgyhogy ha ide jönnek, biztos, hogy meg fogják találni maguknak való. Biztos vagyok benne. Halottak napjára készülve a környező virágüzletek is készülnek már. Önök mivel várják a vásárlókat? Nagyon sokféle termékkel készülünk, élő és művirágos koszorúkkal, dobozkoszorúkkal, szárazvirágos koszorúkkal. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, mikor kezdenek vásárolni az emberek? Az emberek már 2-3 héttel előtte a tartós sírdíszeket már hamarabb megvásárolják, hogy tudjanak válogatni a sok szép készítmény közül. Melyek a legnépszerűbb virágok idén? A krizantém az mindig, de most már jön a rózsa, azt is nagyon szeretik, a piros-fehér rózsákat a sírokra, vagy kompozíciókban. A koszorúk is nagyon népszerűek idén. Mi látható a háttérben? Itt a háttérben egy természetes anyagokból készült koszorú, toboz és száraz virágokból. És szerintem nagyon ízléses és nagyon szép, és ezek nem károsítják a környezetet. Mennyi munkával jár egy ilyen koszorút elkészíteni? Hát egy óra hossza az biztos, csak a díszítés. Csak a díszítés. Nagyon sok munkával. Ugye nagyon sok apró virágokból tevődik össze, sőt külön még a dobozkoszorút is össze kell fonni, de hát az már nem a mi feladatunk. Milyen virágok várják a vásárlókat? Ilyenkor a tapasztalat meg a legkedvesebb virág a krizantém, aminek több fajtája van, és ezekből lehet válogatni. Ez már a minden szentek előtti napokban vásárolható meg, hogy minél tovább tartsák magukat a síron, vagy elálljanak. Koszorúkat is készítenek itt. Hogyan lehet beszerezni a koszorúkat? Lehet előrendeléssel, különleges kívánságokat tudunk teljesíteni, de azt célszerű 2 héttel előtte, hogy meg tudjuk beszélni, hogy milyen beszerezzük a virágokat, rá tudjunk készülni a sok-sok rendelés közepette, meg ugye gyártjuk a termékeket, és nem mindig van úgy idő, hogy besoroljuk, hogyha valaki az utolsó pillanatban kér ilyen különleges kívánságokat. A Csongrád-Csonád vármegye 3. osztályának 9. fordulójában városunk labdarúgó csapata a Földág gárdáját fogadta. Az előző forduló sikerét követően ezúttal 4-2-es győzelmet aratott hazai pályán. Egy nulláról fordítva sikerült 4-2-es győzelmet aratni. Hogyan lehet értékelni ezt a mérkőzést? Hát igazából most úgy látom, hogy a srácok most már belendültek, kijött a lépés. A múlt heti győzelem az sokat dobott a latba, szerintem a lelkileg a srácokon. Most igazából úgy látom, hogy mindenki 100%-ot teljesített, és amit kértem, hogy egymásé küzdjünk. Megvolt, szerintem most mindenki maximálisra adta magát. A Földák csapata a bajnokság 3. helyén állt a forduló előtt. Ez egy bravúr győzelem? Igen, lehet mondani, hogy bravúr győzelem, bár azt mondom, hogy szerintem ő nekik pont az ellenkezője volt, nekünk a nehéz ellenfelek voltak az elejébe, nekik a könnyebbek jöttek, szerintem bravúr volt, de lehet, hogy ez még úgy nagyon a bajnokság elején van, úgy mondom, hogy elején van szinte, hogy még most ismerjük a csapatokat, nem tudjuk, milyen erőt képviselnek. Mi a kulcsa a mai sikernek? Hát az akarat, mindenképpen akarat és küzdeni akarás, tehát amit mindig, eddig ami nem jött be, most úgy látom, hogy azért kezd bejönni, és többet teszünk érte. Remélem, hogy ez most már így is marad. Egy újfajta összeállításban, egy újfajta taktikai elemmel láthattuk a mai kisteleki csapatot. Hogyan készültek a mai találkozóra? Igen, a múlt héten kipróbáltuk már ezt a 2 beállósos módszert.
akkor mondjuk három középpályással, úgymond relatíve gyenge ellenféllel, most négy középpályással és csak egy csatárral védekezésbe kell így visszábálnunk, és visszahúzottunk teljesen védekezésbe, tehát nem volt, ami eddig gyengénk volt, nem kaptak területet ívelgetésre. Csak a sarokba tudták leívelni a labdát, ott meg akkor már visszaértünk. Tehát ez úgy látszik, nekünk ez a játékunk lesz. Az első hazai siker önbizalmat adhat a jövőre? Bízok benne mindenképpen. Remélem, hogy ez most már így folytatni fogjuk. Mester 3-osig jutottál a mai mérkőzésen. Hogyan értékelnéd a saját teljesítményedet? A meccs elején egy kissé olyan csalódottan indultunk neki a mérkőzésnek, főleg talán azért, mert elhittük azt, hogy a csapat, aki ellen játszunk, az ugye dobogós helyet foglal el. Utána végül, ahogy így alakultak a helyzetek, így teljesen úgy éreztem, hogy végül is lehetünk mi is itt az erősebb csapat. Most éppen rám jöttek ki a gólok, az előző mérkőzést nagyobb fölényben nyertük, ott például nem sikerült gólt szereznem, ott gólpasszokat sikerült adnom. Most ez éppen így jött ki, visszaadták a csapattársaim azt, amit az előző mérkőzésen én adtam nekik, és így lett meg ez a jó eredmény. Melyik gólodat emelnéd ki a három közül? Hát biztos, hogy a másodikat, amikor így visszapattan szögletből a labda, mert azt bal lábbal rúgtam el, az gyöngébbik lábam, és igazából nem is hittem el, hogy ilyen jól el tudom találni a végén, és hogy nagyon sok ember közt elment, és az tetszik nekem most így a legjobban. Milyen érzés volt belülről átélni ezt a mai győzelmet? Nagyon jó volt, főleg akkor volt jó érzés, amikor már tényleg annyira, már 4-1-re vezettünk, meg 3-1 volt az állás, akkor már úgy éreztem, hogy ha még nem is rúgunk több gólt, akkor is tudjuk tartani ezt az eredményt. Tehát a második fél időre, hogy kijöttünk, már teljesen úgy éreztem, hogy mi vagyunk az erősebb csapat, és most már nem tudják megfordítani az eredményt, tehát az nagyon szerencsétlennek kell lenni, hogy innen visszajöjjenek, és ez jó érzés volt. És a jó helyzet kihasználásnak is köszönhető ez az eredmény, ezt elmondhatjuk? Igen, úgy érzem, hogy viszonylag kevesebb ilyen gólhelyzetünk volt, és mégis sikerült 4 gólt szerezni. Ez más meccseken kicsit rosszabb arányba szokott megtörténni, mivel hát azért legalább egy 10-15 helyzetet ki kell alakítani ahhoz, hogy mondjuk ilyen 3-4 gólokat szerezünk. Most meg szerintem sokkal kevesebb volt, de tényleg jó volt szerintem a helyzet kihasználás. Fölé! Hogyan értékelnéd ezt a védést? Hát igazából a 11-es statisztikailag is, meg ugye elmondások alapján is a szerencsém múlik sokszor. Tehát 11 méterről egy 7 méteres kapura egyébként be lehet lőni. De jól éreztem meg igazából a labdát, a srácnál is éreztem, hogy más irányba tekintett, de ez egy csel akar lenni. Úgyhogy tényleg nagyon szerencsés voltam a szituációban. Hát a második lövésnél ott a fejem is kapott kicsit. De ez a futballban benne van, úgyhogy euforikus érzés volt. Főleg amikor csapattársakod jöttek, az egy nagyon jó pillanat volt. Úgyhogy igazából ennyit tudnék elmondani. Hogyan értékeled a mai találkozót? Igazán jó meccs volt szerintem, sok hiba volt, az látszott mindkét oldalon, az ellenfél és a hazai játéknál is. Szerintem egyénileg elég képzett volt az ellenfél, tehát voltak jó pár lövések, ami hát egy-két játékosnak olyan rúgó technikája volt, hogy pislogtam párszor. Tehát tényleg, meg a játékuk se volt rossz, viszont a szerencsét is mondhatom, mert a kitartást és a küzdelmet, ami részünkről volt, szerintem az hozta igazán most a sikert. Sokan érkeztek a nyári átigazolási időszakban. Hogy érzed, kezd összeérni a csapat? Igen, természetesen. Tehát igazából tavaly is új játékosok voltak, akkor is egyébként szerintem kellett egy ilyen fél éves, tehát ez a, ahol összeszokunk és akkor csináljuk a dolgokat, közösen küzdünk egymásért, és ez megint újra kezdődik, de szerintem kicsit hamarabb következik be. Az jó, az jó, az jó, az jó, az jó.
Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a Szegedi Fehér Tóra egy őszi madárles túrára. Betekintést nyerhetnek a Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztiválba, és Rózsa Péter a Magyarok Országos Gyűlésén tartott előadását is megtekintetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!